Senki sem léphet be a rendelőintézetbe azelőtt, hogy időpontja lenne. Óránként 4 beteget fogadnak a szakrendelések, és bizonyos ellátások előtt kötelező a koronavírus tesztelés. Ezek a legfontosabb változások a járóbeteg ellátásban. Németh Csaba, a Szekszárdi Balassa János Kórház főigazgatója azt mondja, csak szigorú előírások mentén lehetett újraindítani a járóbeteg ellátást. Nagyon szigorú betegirányítási rendet ír elő a miniszteri utasítás, ami elsősorban úgy tud megvalósulni, hogy minden betegünket telefonos bejelentkezést követően és óraperces pontossággal kell, hogy fogadjunk. Ugye előírás, hogy óránként egy szakrendelésre csak 4 beteget lehet előjegyezni, és azokat, akik időponttal rendelkeznek, azokat is csak az előjegyzési időpontjuknak megfelelően fogjuk beengedni az adott rendelésekre. Az előzetes időpontfoglalások érvényüket vesztették, tehát mindenkinek újra időpontot kell foglalni. Számos ellátási formában kötelezően COVID-szűrésnek kell megelőznie a vizsgálatot. A jelenleg érvényben levő utasítás szerint ezt is a intézményünknek, a kórháznak kell elvégeznie. Az, hogy melyek azok a beavatkozások, amelyek előtt ezt el kell végeztetni, ezt részben a szakmai kollégiumok határozták meg, a betegek pedig az előzetes telefonos bejelentkezés során az adott rendelés munkatársaitól fognak tudni erről információt szerezni, hogy az az ellátás, amire jönnek, vagy amire be kell, hogy jöjjenek, az előzetes teszteléshez kötött-e. A teszteredmény 48 óráig érvényes, így a vizsgálat időpontjához viszonyítva kell a szűrést elvégeztetni. A Szekszárdi Kórházban a tüdőszűrő ad helyet ennek a vizsgálatnak. Németh Csaba kiemelte, továbbra is csak az Ybl Miklós utcai és a rendelőintézetben lévő bejáraton lehet a kórház területére lépni, és az eddig fennálló védelmi intézkedések, a szájmaszk kötelező használata és a csoportosulás elkerülése életben maradtak. A kórház igazgatója úgy fogalmazott, ez az egészségügy már nem az, melyet a vírus beköszönte előtt bezártunk. Kékszínű sátrak a Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet parkolójában. Ezekben végzik a szakemberek az ideérkező betegek előszűrését. Az intézmény május 6-a óta várja újrajáró betegellátásra érkezőket. 11 osztályon kezdtek el ismét dolgozni az orvosok és az ápolók. Egyelőre csak telefonos bejelentkezést követően tudnak beteget fogadni. A korábban adott időpontok pedig itt is érvényüket vesztették. A telefonos bejelentkezés után az illetékes szakorvos visszahívja a beteget, majd kikérdezést követően dönt arról, hogy szükséges-e a személyes konzultáció. A már működő osztályok telefonszámai és a bejelentkezésre használható időpontok részletesen megtalálhatók a bonyhadikorház.hu internetes címen.